Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hunlander vagyok, és itt is vagyunk ismételten egy Ben is Drace-szel. Ez a képernyő, amit most láttok, a 35x35-ös megtelt temető remekül kifejezi az előző résznek a tartalmát, ugyanis egy hatalmas nagy előregedési hullám indult meg az előző részben a faluban, melynek következtében összesen 8 halottunk van ebben a temetőben, plusz még egy másik halott van ebben a temetőben is, azaz 9-en haltak meg. Igazából öregségükre majdnem annyian haltak meg az emberek közül, mint amelyik a előző előtti, vagy a 3-mal ezelőtti, teljesen mindegy, valamelyik részben beköszöntött tifusz járványban haltak meg, tehát hihetetlen. Ez így most remekül betett a népesség számnak, nem tudom, hogy a grafikonon látszódik ez, szerintem valahol itt lehetett a tifusz, valamelyik évben így errefele volt egy nagy visszaesés, utána megindult egy kicsit a fellendülés, majd itt pedig ez az előregedés, ez a kis lefele eső vacak, meg itt a felnőttek számánál, ugye, aki esetleg nem látta volna a Városháza bemutatós részt, a sárga a össznépesség szám, a zöld a felnőttek száma, a piros pedig a gyerekeknek a száma. Az előző részt ott fejeztem be, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy le kellene tenni még egy házat, illetve még 3 házat, azonban az előző rész végén szerencsére csomóan meghaltak. Úgyhogy most 18 család és 17 otthon van, ami azt jelenti, hogy ha még lerakok egy, azaz egyetlen egy darab házat, akkor ezzel megvan oldva a probléma, azaz nem kell, tehát annyi házunk van, ahány családunk is, úgyhogy ezt a házat én úgy gondolom, hogy ez egy kőház lesz, annyira nem égető kérdés, hogy ez minél hamarabb megépüljön, és lerakom ide. Jó, akkor viszont az idő szerintem pöröghet. És jó ötlet volt valamelyik részben kiírtani innen a köveket, láthatjátok, hogyha elég távolról nézzük, egy elég szép körben sűrű erdőnk van, pont abban a sárga körben, ahol az erdészek dolgoznak, tehát egy kicsit megnövelhettük az erdészeknek a hatékonyságát, tehát na jó, 66-ot írtottak ki fából az előző évszakban, ami azért annyira nem sok, de azért több, mint a semmi. Valamint fogy a kajánk, kezd fogyatkozni a kajánk, ez annyira még nem nagy probléma, mert hol van? Keresem. Itt látható, hogy van összesen 1000 egységnyi gabonánk a kereskedelmi lerakaton, tehát hogyha tényleg nagy gáz van, akkor plusz 1000-re rendelkezünk ahhoz képest, mint ami ide van írva, tehát nem 5300-unk van, hanem 6300-unk van. Viszont a tűzifából eléggé jól állunk, elérjük azt a maximális kapacitást, amennyit kijelöltem, ez 150, lehet, hogy ezt majd följebb fogom venni 200-ra, abban az esetben, hogy egy kicsit meg fogunk erősödni fának a tekintetében, kihalt meg, a kereskedő halt meg, azonban, ahogy elnézem, pont abban a pillanatban fel is nőtt egy gyerek, és helyettesítve lett a kereskedőnek a feladata. Csirkéink továbbra is vannak szép számmal, és jöhetne már végre egy árus, és akkor tudnánk tőle venni dolgokat. Tényleg szükség lenne bárányra, mert hogyha a statisztikákat nézzük, akkor már csak 44%-a az embereknek, hoppá, lassítsunk csak, 44% van fölruházkodva. Nem tudom, hogy elfogyott-e már az a mennyiségű gyapjú, amelyet vásároltunk, így van, 0 gyapjunk van, azonban jelenleg 0 bőrünk is van. Úgyhogy fölösleges a szabót arra kényszeríteni, hogy gyapjúból, illetve olyan kabátokat készítsen, amiben gyapjú is van, mert nincsen gyapjunk, úgyhogy gyártsál csak sima bőrkabátokat, és akkor azzal el leszel egy darabig remélhetőleg. Ismételtem, meghalt valaki, az erdészünk halt meg. Most már csak 6 erdészünk van a 8-ból. Úgyhogy a fában sem dúskálunk különösebb mértékben, azonban eszköz tekintetében nem szenvedünk, jelenleg hiány szenünk is van, szépen a
acéleszközök kezdték beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, azonban most elfogyott a vasunk, úgyhogy visszaállítom a szénbányászatról az embereimet, a bányászaimat visszaállítom a vasbányászatra, hogy ne legyen még egy eszközhiány, felnőtt egy gyerek, akiből erdész is lett. Gratulálok, mától fogva erdész vagy. És szépen lassan, de azért biztosan nem sokára fel fog épülni ez a kőház, és akkor be is költözhetnek az emberek. 19 családunk van, és 17 otthonunk, hát lenne még hova fejlődni, illetve hát, hogyha lenne kő, akkor még egy házat le kellene dobni, de jelenleg ezt nem engedhetjük meg magunknak, ahogy igazából elég sok mindent nem engedhetünk meg magunknak. Az előző, illetve nem az előzőnek, hanem az előtte levő résznek az volt a címe, hogy észesztérés. Hát én reménykedtem benne, hogy egy kicsi fellendülés következhet be pöp falunknak az életében, azonban nem. Nem, most nagyon-nagyon beálltunk erre a 40-45 fős népesség számra. Nézzük, mit hozott a kereskedő. Természetesen csupa olyan dolgot, amire nincsen szükségünk, és egy csupa olyan dolgot tudunk tőle rendelni, amire nincsen szükségünk, remek. Az a baj egyébként egy kicsit, hogy nincsen pénz a játékban, tehát csak cserekereskedelem van, és nem tudom mondjuk neki eladni a követ, bár mondjuk vehetnénk tőle ilyen diót, ez dió, a gabonáért cserébe, azt mondja, hogy 333-at. Mennyiért adsz? 333-ért, akkor 333 diót elcserélünk 330 gabonára, és akkor így egy kicsit tolunk fölfele az étrenden. Ennyivel is változatosabban fognak az embereink étkezni, és ezáltal a átlagos élettartamuk nem fog csökkenni. Kevés emberünk dolgozik a mezőgazdaságban, nagyon nagy felesleget pazarlunk el, illetve hát nagyon sok terményt viszel a fagy. Itt láthatjátok is, hogy szépen lassan rohadnak el például a tökök, vagy az előbb a gabonák, de azért ő kaszálja a tököt. Komolyan? Igen, kaszálja a tököt. Hát, hogyha esetleg a Benisdel játszotok, közben felnőtt egy ember, akit rárakunk, akkor parasznak, hogyha esetleg a Benisből próbáltok mezőgazdaságot tanulni, akkor ne tegyétek. A tököt nem kaszálni szokták egyébként, bár mondjuk elég hatékony, suhintott kettőt a kaszával, és lett egy bazi nagy kosárnyi tök maga előtt. Akkor bocsáss meg, kedves Darner, nem szóltam az előbb, igazad van, a tököt valóban kaszálni kell, ezt mindenki tudja. Csodálkozom, hogy én erre nem tudtam saját eszemtől rájönni. Jól van, nem sokára, remélhetőleg nem sokára elkészül a ház, kihalt meg. A bányász. Killiot. Micsoda név. Ez egy FPS játékban egy játékosnak a nick neve is lehetne. Killiot. Jó, Kovács pedig gyártsd a... Most már ismételten a sima vas eszközöket, ugyanis ahhoz nem kell szén. Jó, kórházunk bezárva. És 34-en vagyunk most már sajnos összesen. Hát... Igazából most, én úgy gondolom, hogy most elérkeztünk arra a pontra, amikor így szerintem így halálpontosan meghalt még egy bányászunk. Tehát halálpontosan öneltartó a településünk. Most jelenleg pont annyit termelünk, amennyit pont el is használunk. Tehát nincsen igazából semmiből hiány, azonban sajnos semmiből fölösleg sincsen, tehát nem nagyon tudunk fejlődni sehova. És ahogy mondtam már az előző részben is, illetve ebben a részben is érezhető, hogy mivel nem tudunk fejlődni, ezért nem tud fejlődni a népességszám, ami viszont azt jelenti, hogy a társadalom viszont egyre inkább öregebb. Tehát ez hosszú távon nem vezet jóra, valahogy módosítani kellene ezen a dolgom. És sajnos nem tudom, hogy ugye valóságban egy remek megoldás lenne a túlköltekezés, azonban mivel nincsen pénz, nem tudok túlköltekezni, és ismételten kihalt meg, árusunk halt meg, ami nem jó. Jó, akkor most idő áll és gondolkozunk. Azt mondja, a vendor halt meg, nem dolgozik senki sem a piacon. A piacon pedig muszáj valakinek dolgozni, aki elosztja a javakat. Miből van sok?
favágót vegyek le. Jó, leveszek egy embert a fűrészmalomból, igen, eszembe jutott a fűrészmalom szó, és átrakom ide a kereskedőnek, Kofának a piacra, és a fűrészmalmot pedig bezárom. Hát, az így nem lesz jó. Látható is, hogy a népességszám egy jó ideje lényegében stagnál, viszont most felnőtt egy ember, akit hol dolgoztassunk, talán a... nem, fa, az most jelenleg van szépen. Lehet, hogy a mezőgazdaságban kellene elhelyeznem. Vagy bányászni? Nem, mert meghalt valaki, és az ő helyére a kereskedő Alejandría a kereskedőnek a helyére bekerült. Hát jó lenne, hogyha ezúttal is üzenem az itteni öregeknek, hogy aki meg akar halni, az minél hamarabb tegye már meg. És akkor onnantól kezdve tudunk kalkulálni. Igen. Állj. Tornádó. Igen, ez az, természeti katasztrófák is. Na, hol vagy? Hol vagy te, tornádó? Itt a tornádó. Na, nézzük. Húha. Jó, vidd el a temetőt! Ne erre! Menj már én! Ne erre, gyere! Kérlek! Ne a falu közepén gázoljál! Ne csináld! Menj arra menjél! Északra a temet! Ne! Úristen! Úristen! Ne csináld! Kérlek! Ne! Ne! A földemet ne! Meg, hogy éhen halunk! A csirkéim! Elrepültek a csirkéim! Na jó, akkor tudod mit? Még az erdészházat is vidd el! Ez így most nem poén. Elviszi a fákat. Ez így most probléma van. Oda sem merek nézni, be is zárom. Meg ezt is bezárom. Meg először megvárom, amíg elmegy a tornáda, és utána megnézzük, milyen károkat okozott. Egyébként elég durván 19-re lejti az FPS-emet a Fraps által beállított 30-ról. Visszajön? Nem jön vissza. Akkor idő, állj. Jó hír, hogy a termény az megmaradt. Ez elpusztult, ez egy lerakat volt. A csirkéim megdöglöttek, a kereskedelmi lerakat elpusztult, a halászok elpusztult, kőbánya működik. És az egész falu központ. Kovács. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ház. A szabó. Az egyik fűrészmalom. A kereskedő is elpusztult. Jó, mondjuk a falumnak a másik fele szerencsére megmaradt, tehát azért emberek maradtak életben. Azt a mindenit, a rész 8 sírral kezdtük, 38. Illetve itt éjszakon is megmaradtak az épületek. Na jó, akkor nézzük meg a károkat. Tizenheten maradtunk. Az igen. 22. évben 17-en. Visszaestünk egy olyan szintre, mint nem is tudom, hogy hanyadik évben. Fú, ez most gond, 16 felnőtt, egy darab gyerek. Már csak az a kérdés, hogy ezeknek a felnőtteknek milyen a koruk. Hát korosak, ezek annyira nem lakik senki, középkor, fiatal, középkor, koros, középkor. Hányan hallhatunk meg összesen? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25-en haltunk meg a forgószélben. És igazából nem nagyon van arra nyersanyagunk, hogy bármit is nekiálljunk újjáépíteni, tekintve, hogy nincsen kő, tekintve, hogy nincsen vas, tekintve, hogy nincsen szén, egyedül fa van. Ez így most nem jó. Ez így most nagyon nem jó. Jó van, akkor viszont tudjátok mit? Rátok bízom a döntést. Mit csináljunk? Folytassam a sorozatot, és megpróbáljunk valamit kiszenvedni magamból. Na jó, fixáljuk le, hogy újra kezdeni új falut, amíg itt emberek élnek, nem fogok. Az tuti fix, az halál biztos. Tehát két lehetőség közül választhatok. Az egyik az, hogy elindítom az időt, és megpróbálunk valahogy, nem tudom, hogy, de talán van rá esély, hogy valamilyen önállátásra visszaállva, úristen, fogalmam nincsen, hogy a megmaradt víztartalék erőforrásokat, ezeket a köveket, fákat kiirtva, tehát ezeket felhasználva megpróbálok valamit újraépíteni, vagy elkezdünk azon gondolkozni, hogy esetleg egy másik játékba fogunk bele, egy másik stratégiai játékba. Természetesen ez az opció nem azt jelenti, hogy elment az egésztől a kedvem és föl szeretném adni, mert szerintem ez egy nagyon érdekes pont lehet a játékban, méghozzá az újjáépítés a romokból. De amennyiben ti nem szeretnétek ezt végignézni, akkor mivel természetesen nektek is videózok, nem csak úgy lápurlára játéknak a kedvéért játszok, hanem nektek is, tehát amennyiben még egyszer mondom, nem szeretnétek megnézni ezt a szerintem egyébként elnyúló agóniát, akkor viszont írjátok meg, és akkor nézzünk valamilyen másfajta stratégiai játékot, tényleg egy ilyen gondolkozós stratégiásat. Szeretnék esetleg egy ilyen falu menedzselőset, zárójel, talán SimCity, talán, de ez csak nagyon talán. Vagy valamilyen teljesen más stratégiai játékot, értem ez alatt, nem tudom, hogy ismeritek-e a Swine-t, vagy valami egyéb ilyen klasszikus háborús stratégiai játékot, Panzers, fú, tényleg Panzers 2, az nem is volt rossz játék. Na jó, most egy kicsit így elbizonytalanodtam, illetve elgondolkoztam a dolgokon, tényleg írjátok meg kommentben, hogy mi erről a véleményetek, amíg nem érkezik elég komment, amelyik úgy gondolom, hogy döntő lehet, addig biztosan nem lesz benist, és akkor viszont tényleg majd a ti döntésetek alapján eldől, hogy hogyan tovább, ahogy ezt úgy gondolom, hogy elég jelentősen hangsúlyoztam is, de nem hangsúlyozhatom sohasem eléggé, úgyhogy még egyszer a döntés a tiétek, kommentben várom a választ. Hurrikán lecsapott a falunkra, hogyan folytassuk tovább a sorozatot, ne folytassuk tovább a sorozatot, avagy egy hosszú, elnyúló agóniát produkáljunk, egyenlő próbáljuk meg újraépíteni az egész mindenséget, amit itt eddig elkészítettem. Kommentálás után ajánlom figyelmetekbe a jobb felül található feliratkozás gombot, valamint a következő részt, amennyiben úgy döntötök, hogy lesz, illetve ajánlom az előző részt, a lejátszási listát, ajánlom figyelmetekbe az újonnan indult sorozatot, a Diablo 3-as hardcore sorozatot, valamint nézzétek meg a Skyrim hardcore-t, illetve a World of Tanks tübörgésémet is. Én akkor ezennel megköszönöm a figyelmeteket, Hunlander voltam, sziasztok! Illetve úgy sziasztok, hogy rálássunk a lerobbant falumra. Így sose halunk meg falvában, mégiscsak meghalunk. Sziasztok!